egyik és másik fán ilyen különbséggel teremnek a körték, hogy ilyen picike, vagy éppen ilyen gyönyörű, szép, nagy. Tehát van sok fa, ami nem kapott annyi nedvességet, vagy nagyon-nagyon naposabb helyen volt. Nagyon idősebb fa már, az csak ilyen picit terem, és vannak azért ilyen zsengébb, fiatalabb hajtású fák, azok pedig szép nagyot tudtak teremni. A szárazság nem kímélte a körtét sem. Egyre kevesebb terem ebből a gyümölcsből is, részben azért, mert a körtefa állomány előregedett, alig vannak friss ültetvények, részben pedig azért, mert az őstermelők is egyre kevesebben vannak, a kiöregedő gazdák helyét pedig nemigen veszik át a fiatalok. Habár szeretem a körtét, de valamilyen okból, vagy az ára miatt, vagy pedig olyan íze van, amit nem igazán ismerek és nem szeretek. Tájegységenként, országrészenként, de akár vármegyénként is változatos az idei termés. Van, ahol szép nagy gyümölcsök teremtek a teljes értékű ízvilággal, máshogy jóval kevesebb termet, azok is satnyák és íztelenek. A vevők inkább a vilmos körtét keresik, és inkább enni, mint befőzni, de ez már egy trend, hogy befőzni nagyon kevesen főznek be befőtteket vagy lekvárokat manapság. Tehát nem úgy van, mint 10-20 évvel ezelőtt, hogy kosárszámra vitték a nénikék és főzték be belül a térre a finomságokat, most inkább csak arra, hogy egy-egy kilót vesznek, amit éppen megesznek. Akkor 6-ot ugye kedvesen, 2-4-6, garanciás körke. A méretét és ízét tekintve is alsó polcos körtét 5-600 forintért meg lehet venni. A prémium kategóriás gyümölcs kilósára viszont eléri az 1500 forintot is. Tavaly 1200 forintba került a legdrágább körte ezen a piacon. Ha valami jó minőségű, akár körte, akár alma, akár mi, kevesebb mint 1000 forint nincs, úgyhogy inkább veszi az ember egy pár darabot, de minőségi. Az igazi körte szezon még nem kezdődött el, de másfél-két héten belül a mostaninál nagyobb lesz a választék a vásárcsarnokokban. Noha számottevő, áresésre a kereskedők nem számítanak.